Nekem könnyű a helyzetem, mert gyerekkoromban az én édesapám is ezzel foglalkozott, itt Szolnoki repülőtéren volt úgynevezett függetlenített oktató, és hát nagyon sokat volt kéne a repülőtéren, ezért aztán mindig hozott magával engem is, meg a testvéremet is, és gyakorlatilag itt nőttünk fel a reptéren. Kiskunfélegyházán ugrottam az első ugrásomat. Gyakorlatilag egy nappal a születésnapom után volt. Amikor eljött a sorkatonaság ideje, abban az időben volt sorkatonaság, akkor én jelentkeztem ejtrányos katonának ide Szolnokra, be is kerültem, bekerültem a válogatott keretbe is, és úgy gondoltam, hogy akkor katonaként kellene majd folytatnom tovább a pályafutásomat, és akkor jelentkeztem leszerelés után, hogy szeretnék tovább szolgáló lenni. Több mint 11.500 ugrásom van így a mai napig. Tanulható folyamat, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy ebben is van egy olyan, amire azt mondják, hogy tehetség. Amit nem lehet megfogalmazni pontosan, de mégis vannak kiemelkedő egyéniségek, akik nem tudod megmondani, hogy miért vagy hogyan, de a zsigereiben érzik azokat a rezdüléseket, amit mondjuk más nem tud megoldani egy veszélyes, problémás helyzetet. Ejtőernyős beugró oktató vagyok, 10.800 ugrással rendelkezem. 1985-ben kezdtem el az ejtőernyős ugrásokat. Maga a közeg, ami magával ragadott félelemnek a legyőzése, vagy nem tudom mi vitt pontosan ide. 89-ben volt az első igazi nemzetközi versenyem, az Harkovban volt, még az annó Szovjetunióban. És ott harmadik helyezést értünk el a csapattal összetettbe. Van legalább 4 világbajnoki második helyezésünk, van legalább 4 világbajnokságon harmadik helyezésünk, tehát a világbajnoki cím mellett nagyon sok dobogós hely volt. De főleg a kitartásunk az, ami legtöbbet adta, ami a maiakra nem jellemző sajnos. Kerestük azokat az embereket, akik nem csak ügyesek, nem csak szeretik ezt az egészet, hanem tényleg kitartóak. Az egyik osztálytársam középiskolába, ő elég vézna gyerek volt, és egyszer örült orvosi vizsgálta, hogy 50 kiló lett, és akkor mondta, hogy akkor ő megy is ejtőernyőzni, és mondta neki, hogy megyek vele. És nyáron fölhívott, és így kezdődött még a Malévnál. A Malév klubban nagyon szerencsések voltunk, és ott már támogatták a sportolókat, és én ott már elértem 1000 ugrást civilként, és bekerültem a válogatottba. Sosincs két egyforma ugrás. Egy jó emberpróbáló, egy jellemformáló, nagyon jó dolog. Mindenki egyénileg is készül, de természetes, hogy edzőtáborokban egymásra kell, hogy hangolódjunk. Ott a lépcsőépítés, például a célbaugrásban, ez egy rendkívül fontos dolog. Nagyon fontos, hogy az ember tudja, hogy az előtte lévő, hogy éppen ahogy fölépíti az iskola körét, a ráhelyezkedéshez, hogy azt hogy csinálja, hogy tudjon mihez viszonyítani, hogy ő most süllyedni vagy közeledni fog az előző ugrótól. Össze kell hangolódni, ismerni kell egymást, mert úgy a biztos. Van olyan körülmény, olyan időjárási körülmény, amikor hogy nem könnyű meghozni a döntést, hogy most akkor melyik irányból jönjen be az ember, hogy csinálja. Csapatra egy kicsit hatással is tud lenni. Adrenalin ilyenkor fokozottan fölmegy, szóval nem olyan, mint az ugrás közben, hogy na most kiugrok, és akkor mi lesz, és akkor adrenalin függőség kialakul meg minden, hanem ott olyan érzésre van az embernek, hogy felgyorsul az idő. Hogy egy másodperc örökké valóságnak tűnik, és a gondolatok csak mennek végig. A processzor felgyorsul olyankor. Nekem nagyon egyszerű dolgom volt, édesapám az MHS rendszerben volt Békés Csabán fő ejtőernyős oktató, és a bátyámmal együtt ott nőttünk fel a repülőtéren Békés Csabán. Tehát nem is volt nagyon más választásunk, hogy ejtőernyősé váljunk. Nem csatlakoztam azonnal a honvédséghez, maradtam a civil ejtőernyős válogatott vonalon, akkor ez működött. Ott voltam, mint hivatásos sportoló, csatlakoztam a honvédséghez, amit nem bántam meg. Nekem ez az életem. És másút nem tudom ezt csinálni, csak itt.
És én vagyok a világon a legszerencsésebb, mert rajzolni se tudnék magamnak jobbat. Ez a szakmám, ez a munkám, ez a sport és a hobbi. Mit akarok mást, jobbat? Nem tudom szavakba önteni, de nekem ez a szabadság. És remélem mindenki megérti, nem tudom, hogy hogy tudom átadni az érzést, hogy milyen az, amikor kilépsz úgymond a semmibe, kiugrasz a repülőgépből, és szabadon esel, mint a madár. Ez az igazi szabadságérzés ez. Ez egy pszichés sport. Nekünk itt koncentrálni kell a végén, hogy el tud találni azt a picike kis sárga pontot, ami ott van a céltábla közepén. Azért kell hozzá a rutin, hogy ezeket a különböző körülményeket mind rutinból el tud hárítani, és az utolsó pillanatban itt csak is arra tud koncentrálni, hogy rá kell lépni. Mi így hívjuk, rá kell lépni a céltábla közepére. Tehát a legjobb eredményt kell, hogy elért. És ez nem megy koncentráció nélkül. Ha elviszi a figyelmedet más, egyéb dolog, hogy most a szélhez képest nem jól állítottam be az ejtőernyőmet, és nem úgy repül, és elviszi valami a figyelmedet, akkor nem tudsz olyan pontosan célozni. '87-től szolgáltam a helikopterbázison 25 éven keresztül, és most mint tartalékos vagyok még a csapatnak a tagja. Én itt megtaláltam a számításomat, tehát már van több európai világbajnoki mindenféle címem. Úgy gondolom, hogy nekem ez jó választás volt, amikor itt kötöttem ki. Több mint 10.000 ugrás fölött járok én is. Amíg tudom, csinálom. Van egy olyan képem, hogy a Vöröstér, Krasznaja Plóság egyelőtt ott vagyunk öten aranyéremben a nyakunkban, tehát azt hiszem ez mindent mond. Az első Európa-bajnoki érem az egyéniben volt, az Romániában volt, akkor gyakorlatilag az első nagyobb eredmény volt, még a magyar ejtőzésben sem volt akkor eredmény. Utána a következőt Montenegróban, szintén egyéniben, ezekre is büszke vagyok. Szakmailag a világkupa összetett, azt hiszem, ami sokat jelent, azt jelenti, hogy nem egy versenyen vagy jó, hanem egy világkupa sorozaton, amikor éves összetett nyersz egyéniben csapatba. Tehát tudnánk beszélni arról, amikor elmentem Ázsia bajnokságra és Ázsia Openben. Szintén első érzést értem, amikor mint 30 kínaival kellett megküzdeni. Tehát mindig versenyről van, emlékezetes dolog, mindegyikre büszke vagyok, mindegyiket élveztem, mindegyik megismételhetetlen. Mi most éppen pont abban szerencsés helyzetben vagyunk és próbálunk ez a csapat együtt maradni, hogy nálunk szinte öten vagyunk egyforma jó kiemelkedő képességekkel, tehát ez kell ahhoz, hogy sikeres legyen a csapat is, és elképzelhető, hogy soha többször ez meg se ismétlődik, de az is lehet, hogy a fiatalok közül már 2-3 pillanatok alatt majd be tudnak ugrani, tehát elérik azt a szintet, tehát nem lehet megjósolni.